Szentmisével kezdődött a Márkó napi rendezvény Baja Szent Istvánon, amelyet Polyák Imre érseki tanácsos és Herceg Szántói plébános celebrált a városrész templomában június 4-én. A hagyományőrző esemény nagy múltra tekint vissza, amelyet eddig minden évben megtartottak. Osztrogonáci József híradónknak elmondta, egykor idősebb lakók segítségével elevenítették fel a régi népszokást. Jó 20 évvel ezelőtt, vissza kell, hogy gondoljak, fölkerestek a szülők, amikor ennek az intézménynek voltam a vezetője, és ők mesélték, hogy valamikor Baja Szent Istvánon ősi szokás volt Márkó napnak a megünneplése, ami egy buza szenteléssel, misével és utána a vigadalommal telt el, a gazdák kimentek a földre, egy kücs szobornál, illetve keresztnél ugye imádkoztak, és jó termést kívántak maguknak. A vallási, gasztronómiai, valamint hagyományőrző és szórakoztató elemekkel tűzdelt eseményt 3 év után rendezhették meg újra, bár rendhagyó módon 1 hónappal később, ugyanis az országos programok szervezése miatt 1 hónapot csúszott a Márkó nap időpontja, tette hozzá a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke. Gugán Antal, a Bajai Szent Istváni Általános Iskola igazgatója elmondta, az intézmény a nyelv és a hagyományőrzés tekintetében is kiemelkedőnek számít. Amire nagyon büszkék lehetünk, hogy ebben az iskolában nagyon sok diák választja a horvát nyelvet. Ugye ez nem kis teher azért, mert heti 5 plusz 1 órában tanulják a nyelvet, és el lehet mondani, hogy nincs lemorzsolódás, tehát megszeretik a nyelvet, és egész 8. év végéig ezt tanulják is. Nagyon pozitív, hogy ebben az intézményben országos szinten is kiemelkedő a tanulók száma, tehát 100 fölött van, aki tanulja, és hát mindenféleképpen ennek az iskolának egy nagyon-nagyon pozitív oldala. Hozzátette, 1988 óta van csoportjuk, a rendezvényeken pedig kisebbek és nagyobbak is egyaránt megmutatják tudásukat. Bán Botond családja nem rendelkezik horvát felmenőkkel, ennek ellenére hasznosnak találja, hogy a szomszédos ország nyelvét és hagyományait tanulhatja órai keretek között, ugyanis ez a nyaralások mellett a térségben is nagy jelentőséggel bír. Itt Bács-Kiskun megyében több helyen is vannak bunyevácok, meg más horvát nemzetiségek, és hát beszélgetni annyira nem szoktunk ilyenekről, de hogyha mégis szóba kerül, akkor tudunk róla beszélni. A Márkó napi rendezvény téren a Szent Istváni iskola tamburásai és táncosai mellett az itt élő nyugdíjasok is bemutatkoztak. Egy Vas megyéből érkező csoport, valamint a Bunyevács Kezlatna Grána tagjainak segítségével pedig még közelebb érezhették magukhoz a bunyevác-horvát kultúrát a résztvevők.